kedves gazdatársak, kedves barátaim! Ezen a szép tavaszi napon Alcsíkról, Csíkszentimréről jelentkezünk, Gál Frigyes méhészetéből. Engedjétek meg, hogy röviden megosszam veletek a 8-as számú katonai rendeletnek a mezőgazdasági vonatkozású részleteit. Amint az elmúlt napokban valószínűleg ti is láttátok, az RMDS egy figyelemfelkeltő kampányt indított a helyi piacok, a helyi termékek népszerűsítése érdekében. Ez a katonai rendelet, a 8-as számú katonai rendelet az ilyen jellegű kezdeményezésekre erősít rá azzal, hogy gyakorlatilag kötelezővé teszi a helyi termékek piacának a működtetését őstermelők számára, akik húst, tojást, tejterméket, zöldséget és gyümölcsöt, méhészeti termékeket árulnak ezeket a piacokon, számukra ezeknek a piacoknak a működését kötelező biztosítani. A gazdák, a piacok és a gazdaság között szabadon közlekedhetnek, birtokukban kell legyen a saját felelősségre kitöltött nyilatkozat, személyazonossági igazolvány, valamint a termelői bizonylat. Ezekkel a dokumentumokkal, amit mondtam, szabadon közlekedhetnek a gazdák annak érdekében, hogy a termékeiket eljuttassák ezekre a piacokra. Arra biztatok mindenkit, hogy a helyét válasszák, hogy a helyét fogyasszák, ezzel a saját ismerőseink, társaink, gazdatársaink életét teszik könnyebbé, a termékeiknek az eladását, értékesítését tudják biztosítani. A dokumentumokban, a saját felelősségre kitöltött nyilatkozatban az első pontot kell bejelölni, és ezekkel a gazdák a piacon megjelenhetnek annak érdekében, hogy eladják a termékeiket. A 8-as számú rendelet a méhészek számára is fontos előírásokat tartalmaz. Engedélyezi a vándorméhészetet, és engedélyezi a méhészek számára a méhészet és az otthonuk közötti közlekedést. A méhészek a piacon értékesítő gazdákhoz hasonlóan a saját felelősségre kitöltött nyilatkozat birtokában közlekedhetnek, ők is az első pontot kell bejelöljék ahhoz, hogy a nyilatkozat rendben legyen. A rendelet továbbá engedélyezi a gazdaboltoknak a működését is, azoknak az üzleteknek a működését, ahol vetőmagot, műtrágyákat, növényvédőszereket vásárolhatnak a gazdák. Kedves gazdatársak, mindenkinek áldott húsvéti ünnepet kívánok, hétfőre lányoknak sok virtuális locsoló, a fiúknak sok virtuális piros tojást, utána pedig jöhet ismét a munka. Mindenkinek jó munkát kívánok, munkátokat pedig kísérje Isten áldása. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra.